Az egyetemre 1996-ban kerültem, tehát meglehetősen hosszú ideje vagyok itt már. Ez volt az alma máterem is, itt végeztem, és itt végeztem a doktori tanulmányokat, és 2001 óta veszek aktívan részt a kar életében. Mivel szakfordítóként végeztem, ezért az angol nyelv és az idegen nyelvek, illetve a külföldi kapcsolatok mindig is fontosak voltak számomra, és nem csak a hobbim volt ez, hanem már a hivatásommá vált ez a dolog az utóbbi évek során, és ezért éreztem magamban azt a motivációt, hogy ilyen területen kezdjek el dolgozni. És éveken keresztül még ugyan nem dékán helyettesként, de a kar dolgozójaként fontosnak tartottam ennek a területnek a fejlesztését, és aztán egy évvel ezelőtt, amikor a dékáni vezetés megváltozott, akkor felkért engem a dékán úr, hogy a nemzetközi kapcsolatokat vezessem, és idén pedig, amikor a hivatalos pályázati folyamat eredménye megszületett, és a kari tanács jóvá hagyta a jelölteket, és megszavazta a pályázókat, így én is megkaptam 3 évre a kinevezést újra, tehát most már kinevezés alapján dolgozom, és nem felkérés alapján ezen a területen, és szeretném továbbfejleszteni ezt a területet úgy, hogy nem csak az idegen nyelvű kapcsolatok, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a fontos, az intézményközi kapcsolatok fejlesztése, hanem az egy nagy álmom nekem, hogy Gödöllő ne csak egy magyar kampusz legyen, hanem mindenképp egy nemzetközi, multikulturális kampusz, és én mindent meg is teszek azért, hogy ez lehetőség szerint az én dékán helyettességem alatt ez meg is valósuljon, de tudom, hogy ez egy közép és egy hosszú távú cél, de nagyon sok kollega állt mellé a terület mellé, nagyon sokan segítenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb irányba haladunk. Ez a terület azért fontos a kar számára, mert tudjuk azt, hogy a magyar hallgatóknak a létszáma akár csökken, akár stagnál, nekünk a piacnyitás az mindenképp külföldre kell, hogy történjen, és ezért a külföldi hallgatóknak az idevonzása nem csak a rövidtávú képzésekre, hanem a teljes idejű képzésekre különösen is fontos. És ezért van az, hogy minden fórumon igyekszünk megjelenni, ahol nemzetközi hallgatókat tudunk toborozni, és szeretném azt, hogyha elérnénk azt a kitűzött célt, hogy a hallgatóinknak 10%-a külföldi hallgató legyen. Ami egy nagyon nagy feladat, hiszen a több mint 4000-es hallgatói létszámmal rendelkező kar esetében azért ez a 400 hallgató az egy meglehetősen nagy eredmény lenne nekünk, viszont nemzetközi elismertségben pedig nagyon fontos lenne.